Sziasztok, gyerekek! Mindenki lát engem, a legkisebbek oda bújnak. Na, valaki úgy köszöntött engem, hogy a Tihamér apukája. Na, tudta, hogy nem vagyok Tihamér apukája, még nem mentem át hangya üzemmódba, de én is valakinek az apukája vagyok, úgy hívják, hogy Peti. Kérem? Pistike is lehet, de meg Kinga, Kingának az apukája. Igen. Rég láttunk, Sziszi, hogy vagy? Jól. Jól vagy. Örülünk, hogy köztünk vagy. És mindenkit köszöntök, szeretettel, titeket is rég láttalak. Örülök, hogy itt vagytok. Most is a Tihamérről fogok egy történetet mondani. Annak a tanulsága nagyon talál ennek az éneknek a szavaival, amit most némelyek nem ismerik az ének szavait, de majd a lényeget meg is fogom említeni. Képzeljétek el, hogy megint Tihamérről van szó, és ezúttal egy nagyon érdekes történet lesz, rövid,
De ezt még ti is átéltétek talán. Főleg, akinek testvére van. Petya, kérlek. Tihamérnek a nagypapája egyik szép nyári nappal, amikor nagyon meleg volt, képzeljétek el, körülbelül 40 fok lehetett kint, a homok úgy fel volt forosodva, hogy a hangyák majd megsültek a homok forosságától. Tehát ott ücsörögtek az árnyékba, és egyszer csak azt mondja a nagypapája Tihamérnek, hogy gyerekek, mit szólnátok, hogyha együtt Tildával mennénk fagyizni? Képzeljétek el, ti szeretitek a fagyit? Petya még télen is kéri, hiába mondom neki, hogy télen nem fagyizunk, nem is gyártanak fagyit télen. Na, a lényeg az, hogy ők nyáron fagyiztak. És azt mondta Tilda, Tihamérnek a húga, hogy igen, menjünk, papa, de Tihamért ne vigyük. Hát ő olyan verekedős gyerek, meg sose fogad szót anyunak, amikor valamire kéri, meg különben is neki mocskos a keze mindig. És erre fel Tihamér, nem igaz, azt mondja a papának. Nem is mocskos a kezem, meg különben is csak egy kicsit löktelek meg. Te meg árulkodós vagy, meg különben is te lány vagy, te ne gyere fagyizni velünk. És elkezdtek a gyerekek vitatkozni, hogy a papa melyiket vigye fagyizni, és melyiket hagyja otthon. Mit gondoltok, mit csinált papa? Hát ez a Sziszi. Te hányszor olvasod ezeket a történeteket? Sokszor. Most már ritkán. Na, akkor leellenőrzött, hogy még jól emlékszem, mert ezt a történetet rég olvastam. És képzeljétek el, ahogy mondta Sziszi, a papa megfogta határozottan mind a két gyereknek a kezét, egyiket bal kézzel, a másikat jobb kézzel, és elindult a fagyizóhoz, fagyizó felé, és ott van a fagyizó felé, hogy a gyerekek duzzogva csöndbe mentek nagypapa mellett, mind a ketten meg voltak sértődve, hogy papa hogy ilyet csinált. Nem fogadott szót egyiknek se. Hát, azt mondta papa nekik, figyeljetek gyerekek, én közben mondok nektek egy történetet. És papa elkezdte mondani, képzeljétek el, hogy egyik sötét éjszakán, egy sötét csempén, egy fekete hangya sötét arccal ment. És képzeljétek el, egyedül volt ez a hangya, koszosan a sötétben, a sötét, a fekete csempén. És az Úristen megfogta ezt a kicsi fekete hangyát a sötét éjszakában, a sötét fekete csempén, a koszos arcát megmosta. És miután megmosta, betakarta egy levéllel, és ott vigyázott rá, miközben aludt. És nem folytatta a nagypapa a történetet, mert a gyerekek megértették, hogy az Isten az, aki megbocsátja az embereknek a gonoszságát. Megtisztítja, eltávolítja a gonoszságot az emberektől. És megértették ezek a gyerekek, ezek a hangya gyerekek, hogy egymásnak is meg kell bocsátanunk. Ha Isten az, aki képes megbocsátani és megtisztítani, mi is meg kell bocsássunk egymásnak. És képzeljétek el, hogy a fagyizótól hazafelé menet, ez a két hangya gyerek kézen fogva mentek haza, kibékülve. Egymásnak megbocsátottak. Tudjátok, ez a mi énekünknek a szövege, amit itt hallottatok, hogy Pán Sipon elénekelt a Domahidi Laci bácsi, azt mondja ez az ének, hogy csak azt tudom, kiben hiszek én. És hogy nem szakaszt el tőle semmi sem. Vagyis Jézus Krisztustól minket nem szakaszt semmi sem. És csak azt tudom, hogy amikor eljön Jézus Krisztus, akkor megadja az örök sorsomat, az örök életet. Azt hiszem nagyjából
örök részemet. Köszönöm szépen. Nagyjából erről szól a mi énekünk. Tehát, ha képesek vagyunk megbocsátani egymásnak, úgy, ahogy Krisztus is megbocsátott nekünk, és megmosta a mi bűneinket, és kész elvinni az ő országában, akkor nem egyedül leszünk az ő országában, nem is lehetünk ott egyedül, hanem mindenki az ő testvérével, az ő barátjával, sőt, még azzal is, akit nem szerettünk annyira, de elfogadtuk és megbocsátottunk neki. Jó? Ezt tanuljátok meg ti is, hogy megbocsátani szükséges, mert egyedül nem megyünk a fagyizóba, csak együtt. Egyedül nem megyünk Isten országába, csak együtt azokkal, akiknek megbocsátottunk. Köszönöm, hogy meg... Jó Istenben! Amen, így legyen. Köszönöm. Köszönjük szépen a mai igehirdetés első felét. Most pedig hallgassuk meg folytatásban Várhelyi Ritát, és a Jóisten nyissa meg a mi szívünket, lelkünket, hogy befogadhassuk a hallottakat. Én is sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagyon érdekes tényleg, hogy az Isten hogy rendezi a dolgokat. Hát én is az egységről fogok beszélni szegről végről, majd meglátjuk, hogy hogy jutunk el odáig. Apollósról és a korintusi gyülekezetről olvastam egy nagyon érdekeset, és úgy megütötte a fülemet ez az ige, vagy így a, hát a szememet, amikor olvastam, és elgondolkodtam ezen, hogy hogy is lehet ez. Olvasom az igét, két fordításban is el fogom olvasni, és majd fogjátok érteni, hogy mire gondolok. Az első korintusi levél 16. részéből olvasom a 12-es verset. Hát 1 Korintus 16-12. Ami pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt, de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen, de majd elmenj, mihelyt jó alkalmatossággal észen. Ez az egyik fordítás, a másik is nagyon jól kifejezi, hogy miről van szó. Ami Apollós testvért illeti, sokat kérleltem őt, hogy a testvérekkel együtt menjen el hozzátok, de semmiképpen sem volt szándéka, hogy most elmenjen. Elmegy majd, ha kedvező alkalma lesz rá. És akkor úgy megütötte ez az ige a szememet, hogy micsoda, hogy Pál elküldi Apollóst, és Apollósnak nincs kedve. Tehát, hogy fölmerültek bennem ezek a kérdések, hogy egy, miért akarja Pál elküldeni Apollóst, és miért kérleli, hogyha tudja, hogy Pál vagy Apollós nem akar menni. Akkor kettő, megteheti-e valaki, hogy nem megy, hogyha egy Pál tekintélyű apostoltársa elküldi valahova. Ugye olvasunk olyat Pálnál egy alkalommal, hogy nem engedett a Szentlélek Hispániába, így nem mentem. Hogy van ilyen, hogy az én kedvemen múlik, hogy én megyek vagy nem megyek szolgálni? Akkor Apollós megengedheti magának, hogy neki nincs kedve elmenni? És akkor a harmadik pont pedig az, hogy és Pál még meg is írja a korintusi gyülekezetnek ezt, hogy nem volt kedve hozzátok menni, nem kínos ez egy kicsit? Gondoljatok bele. Nektek valaki azt mondaná, hogy nincs kedve jönni hozzátok az XY testvérnek szolgálni, hát meglehetősen kínosan éreznénk magunkat. Akkor Pál miért írja ezt meg? És akkor ezek a kérdések merültek fel, és még meg is néztem konkrétan a kifejezést, hogy biztosan jól értem-e, hogy nem volt kedve elmenni Apollósnak. És az eredeti görög szavak azok így hangzanak, hogy ez a télemmá vagy télemmátosz akarat, szándék, kedv. És ott találkozunk ezzel az igével, ez egy elég erős kifejezés. A mi atyánkban találkozunk vele, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Tehát ez az akarat, ez a télemátosz. Ez egy elég erős kifejezés. Tehát, hogy az akaratán múlt. Ő nem akart menni konkrétan. És akkor még egy szó van, amit megnéztem.
ez az eukaireó, hú, de sok magánhangzó van benne, odaszánt ideje van, lehetősége van, jelen esetben alkalmas idő. Ugye azt mondja Pál, hogy majd elmegy, ha alkalmas lesz rá az idő, vagy ha oda tudja magát szánni erre a dologra. Hát nagyon furcsa. Na akkor nézzük csak meg, hogy mi volt ennek a gyökere, hogy Apollós nem akart szolgálni. Bőséges leírást találunk Apollósról, egy kicsit felelevenítjük, hogy ki is ő tulajdonképpen. Hogyha emlékeztek, amikor az Efezusi levelet vettük, talán egy évvel ezelőtt volt, vagy 3/4 évvel ezelőtt a szombatiskolánk, vagy az Efezusi gyülekezetről tanultunk, és akkor szó volt Apollósról, mert neki ott sok minden dolga volt. Azt írja az apostolos cselekedetei 18:24-28, amiben bőséges leírást találunk Apollósról. Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. De csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek bíztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek. Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Ezt olvassuk róla. Hát itt nem azt látjuk, hogy ez egy lusta ember, aki nem akar szolgálni, ugye? Azt olvassuk róla, hogy Krisztus keresztségéről és a Szentlélek eljöveteléről Akvilla és Priscilla virágosították fel, mert ő még csak a János keresztségét ismerte, a bűnbánati keresztséget, hogy így mondjam. De amikor ő velük találkozott, ugye ők Pállal voltak együtt évekig sátorkészítők, Akvilla és Priscilla, úgyhogy tisztában voltak a további részével is a történetnek, és akkor ők kiokosították, hogy így mondjam, Akvillát, vagy felvilágosították azokra a dolgokra, amiket ő nem tudott. És abból is látszik, hogy ez egy szerény ember volt, hogy onnantól kezdve beépítette a tanításaiba, és egy szóval nem állt ellen annak, amit ettől a két embertől hallott. Egyébként pedig nagyon művelt, az írásokban jártas alexandriai zsidó férfi volt. Milyen város is volt Alexandria? Ugye az alexandriai könyvtárról mindannyian hallottunk, nagyon híres könyvtár. Egy nagyon felvilágosult metropolisz volt tulajdonképpen abban az időben. Hát úgy is mondhatjuk, hogy Jeruzsálem mellett a másik ilyen nagyon fontos kulturális szegletkő az Alexandria volt. A tudomány másik központja, ha úgy tetszik. Apollós jó iskolákban nevelkedett, abszolút ilyen metropolita életet élt, és azt kell még tudnia az alexandriaiakról, hogy kevésbé szertartás központú zsidóság volt, mint ugye a jeruzsálemiek, amit nagyon sokszor ostoroz emiatt Jézus, hanem mert ott ugye komoly farizeusi iskolák voltak a jellemzőek. Alexandriában meg inkább az igére tették a hangsúlyt, az ige tanulmányozásra, az ige mélységére, ezért Apollós nagyon komolyan tisztában volt a messiási proféciákkal, és kiválóan tudta a teljesedésüket elmagyarázni. Kétszer is említi az előbbi igénk, hogy őt el lehetett küldeni, vetekedni a zsidókkal, mert gyönyörűen be tudta azt bizonyítani, hogy miért Jézus a Krisztus, hogy hogyan folytatódik az ószövetségi történet tovább, és hogyan teljesednek a proféciák. Hogyha hihetünk Hieronymusnak, a 4. századi tudós egyházatjának,
bár ezt nem erősíti meg a történetírás máshol, de ő a Titus kommentárjában úgy írja, hogy Apollós lett később a korintusi gyülekezetnek a püspöke. Hát adjunk egy lehetőséget ennek, akkor ennek happy end a vége, tehát hogy mégiscsak lett Korintus és Apollós között valami kapcsolat. Pál apostoltársként beszél róla, annyit tudunk még, hogy segített az akhájai evangelizációban és a korintusi gyülekezet plántálásában is korábban, és a levélírás akkor éppen Pállal dolgozik Efezusban. Na miért nem akar egy ilyen buzgó keresztény ember, abszolút hitre jutott ember, aki gyülekezetek plántálásában teljes vászélességgel részt vesz, miért nem akar egy akkori jelentős gyülekezetben tevékenykedni? Így aztán még furcsább, ha egy kicsit utána járunk ennek. Na de olvasom a korintusi levél elejéről, mi volt Pál problémája a gyülekezettel. 1 Korintus 1-ből olvasom, tehát az első korintusi levél első részéből, a 10-től 15. versig. 1. Korintusi levél első rész 10-től 15-ig. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak köztetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit nem kereszteltem meg közületek, csak Krisztust és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Már kezdjük kapizsgálni, mi volt itt a probléma. Nyilván voltak különbségek a tanítók között, most is vannak. Talán hangsúlybeli eltolódások is voltak, egyikük így látta a dolgokat, másikuk úgy, egyikük a jeruzsálemi vonalat erősítette, vagy a római gondolkodásmódot képviselte, Apollós az alexandriait. De egyébként pedig mindnyájan Krisztusról beszéltek, és őt helyezték a középpontba, és mindannyian Isten országát kívánták építeni. Mindig szoktam mondani, biztos hallottátok már tőlem, hogy a Bibliát úgy érdemes olvasni, hogy beleképzeljük magunkat azokba a szituációba, azokra a helyekre, amikkel éppen járunk, vagy amit éppen olvasunk. És akkor én így eljátszottam ezzel a gondolattal, és egy ilyen kis párbeszédet raktam össze, valahogy így történhetett a dolog, hogy jönnek Chloé emberei, és újságolják. Képzeld, Apollós az XY-on azt mondta, hogy inkább Rómába költözik, mert Kéfást akarja inkább hallgatni. Azt mondja, neki az a temperamentum jön be jobban, amit Péter képvisel. Mondja a másik, ó, és hallottad, hogy az YZ meg azt mondja, őt nem nagyon érdekli a Szentlélek, neki az a profécia magyarázat jön be, amit te tőled hallott. Teljesen oda van, hogy hány zsidót tudtál már megtéríteni, meggyőzni ezzel. Pát nem nagyon szereti, mert az a filozófikus prédikálás, amit ő folytat, az nem az ő stílusa. Meg különben is kicsit merevnek tartja. A harmadik megszólal. Hát nekem meg pont az dicsérte egy csoport, hogy Pállal aztán minden a helyén van, meg hát az a csoda, ami vele történt a damaszkuszi úton, hát az önmagában is hitelesíti Pált. Azért az mindenkinél hitelesebbé teszi őt. Azt kérdezték, hogy engedtek téged egyáltalán prédikálni, mikor még nem is hallottál a Szentlélekről, vagy a Krisztus keresztségéről. És akkor itt nem folytatnám ezt a párbeszédet, de értitek, hogy miről van szó, hogy csoportokra szakadt a gyülekezet, az Isten gyülekezete. Klikkesedés. Hallottuk már ezt a kifejezést? Na, ez történt ott náluk. Értjük már ennek a fényében, hogy miért nincsen kedve
Apollósnak elmenni szolgálni. Ő végezte a dolgát a lehető legnagyobb lelkesedéssel és jó hatékonysággal is. És mi lett az eredménye? Viszálykodás, botránkozás, irigység. El tudjuk képzelni Apollósnak a helyzetét? Most akkor ezek közé menjek vissza, és 40-szer válogassam meg a szavaimat, hogy most melyik szóba ki, hogyan fog megbotránkozni, meg mit fognak belőle kihozni? Vagy mibe fognak belekötni, mit fognak kiforgatni? Vagy pláne, akik kedvelnek, azok miattan fogják esetleg Pált vagy Pétert utálni, mert engem fognak fölmagasztalni. Na nem, én inkább itt maradok, jó nekem itt Efezusban. Valahogy nincs kedvem ehhez. Értjük? És hányszor van, hogy szolgáló testvérek ezt élik meg? Manapság is. És akkor hozzáolvasnék két igeverset, ami megelőzi az alapigénket. Az első Korintusi Levél 16. fejezetben vagyunk, 10-12-t olvasom. Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok. Mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én. Senki se nézze le tehát, hanem indítsátok útnak békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. Ami pedig Apollós testvért illeti, nagyon kértem, hogy menjen el hozzátok. Ezt már ismerjük, ezt az igét. Tehát, hogy miről van itt szó? Timóteus félelem nélkül tudjon szolgálni a gyülekezetben. Kell félni egy gyülekezetben szolgálni? Furcsa, nem? Timóteusról azt tudjuk, hogy ez a lisztrai ifjú az egyik legfiatalabb munkatársa volt Pálnak. És ahogy a hozzáintézett levelekből kiderül, az egyházszervezés munkájában és a tévtanításoknak a megfékezésében használta Pál a leginkább. Szinte atyai szeretettel viseltetett Timóteus iránt. Egyenesen féltette Timóteust, különben nem írta volna ezeket a sorokat. A mai nyelven nagyjából, én lefordítottam, bocsánat, a saját nyelvemre, elküldöm Timóteust, de ne kelljen félni a rossz nyelveitektől, a lenéző tekinteteitektől. Apollós már sikerült kiégetnetek, hiába kértem, esze ágába nincs menni, amíg nincs változás nálatok. Hát én nagyjából így fordítottam, mert ma valahogy ez így hangzana, nem? Ez az ige. Hát Pál egy kicsit szofisztikáltabban fogalmaz, én egy kicsit igyekeztem sarkítani, vagy ráerősíteni erre, de értitek a problémát. A gyülekezetnek van egy ilyen nagyon erős hatása a szolgáló testvérekre. Hogyha nem egészséges, hogyha túlságosan rajongó, vagy túlságosan elutasító egy gyülekezet, akkor az Isten országát rombolja ezzel. De legalábbis megakasztjuk a saját fejlődési lehetőségünket. Mert a szolgálók nem tudnak arra koncentrálni ilyenkor, ami a feladatuk, amiért küldettek, nem tudnak Isten ügyére figyelni, mert meg kell, hogy védjék magukat a gyülekezetben, a mi nyelvünktől. A mi igen csípős nyelvünktől időnként. Vagy meg kell feleljenek az elvárásoknak. Van olyan is, hogy valakinek a gyülekezet kicsit túlértékeli a humorát. És nem tud komoly témát hozni az illető, mert neki mindig viccesnek kell lenni, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Ismerünk olyan prédikátort? Én tudok konkrétan olyat, egy barátom, aki mindig viccelődik, mindig poénkodik, mindig igyekszik ilyen lazán csinálni a prédikációkat, az ige hirdetéseit. És van, amikor bizony, hát hogy úgy mondjam, túltolja, mert a gyülekezet ezt várja tőle. És ezért nehéz, komoly témákat például ő nagyon nehezen ad át,
Mert a gyülekezet ezt várja tőle. Az sem egészséges semmiképpen, hogyha összehasonlítás alapú a visszajelzésünk a szolgálóknak. Mit tudom én, ilyet mondunk, hogy hát ezt az XY testvér azért jobban el tudta magyarázni korábban. Ez nem épít. Vagy egyből kritikát fogalmazunk meg. Volt olyan, hogy egy fél évvel későbbi, vagy fél évvel korábbi ige hirdetésemmel kapcsolatban jött egy atyafi papírral a kezében, hogy, és tételesen föl volt írva nála, hogy szerinte hol állítottam valótlant, vagy hol nem stimmelt az, amit mondtam. Hát olyan sok helyen nem szoktam prédikálni, kitalálhatjátok ki volt. Na, nem mondok senkit. Bére Abeli, így. De a métej ott marad az ember szívében. Mert legközelebb az a szolgáló, akit megbíráltak, az nem tud szabadon úgy készülni, ahogy szeretne, mert 68-szor végig fogja olvasni a sorokat, amiket üzenetet Istentől kapott egyébként, hogy kiírtsa belőle azokat a szavakat, amik esetleg egy kicsit keményebbek lennének, vagy kicsit olyanok lennének, amit az X testvér nem fog jó szívvel hallgatni. És lehet, hogy kiírtja belőle pont azt, ami az Istennek a kőkemény üzenete lenne. Vagy amit a másikra formál, de az Isten nem azt üzente. Értitek? És akkor van olyan, amikor nem is az elhangzottakra fogalmazunk meg kritikát, hanem hogy hát ez a testvérnő, ha más szolgál, fölvehetett volna egy kicsit hosszabb szoknyát. Hát mosolyogtok, úgy érzem, hogy találkoztatok már ilyennel. Vagy olyan visszajelzés, hogy hát jó lett volna időben befejezni, vagy legközelebb azért fejezzük már be időben, mert itt rendje van a dolgoknak, és közben sérül az Isten üzenete. Mert lehet, hogy pont a végén lett volna az a nagyon fontos mondani való. De higgyétek el, hogy nem olyan könnyű készülni, mert amikor készül az ember, akkor nincs tisztában azzal, hogy milyen hosszú lesz egy gyerektörténet, mondjuk most, ami nem rajtam állt, hanem mondjuk a Misi volt az, aki a gyerektörténetet hozta. Nem tudom, hogy hány szolgáló testvér lesz, milyen hosszúak lesznek a szolgálatok, lesz-e bizonságtétel, mennyi hirdetni való van. Nem lehet percre kiszámolni, hogy én most mennyit, vagy hogyan prédikáljak. Még rutinos prédikátoroknál is nehéz, hát ha valaki nem az. Tudjátok, a Bibliában is az van, hogy a szeretetnek az ellentéte a... Nem a szeretetlenség? Nem? Nem. Na mi? A szeretet ellentéte? Nem. Na, még egy kicsit gondolkodjatok. Mi az, amit a szeretet kiűz? Félelem. Ott a pont. Hogyha valaki félelemből és szorongással lép a szolgálatba, szerintetek milyen szolgálat lesz abból? Elárulhatlak egy kicsit. Most, ahogy jöttünk föl, Melinda tördelte a kezét, hogy de mi jön, miután? Ugye segítesz, nehogy elrontsam, mert aztán megszólnak, hogy na most nem. Ne így kelljen szolgálnia a testvérünknek. És akkor mondtam neki, hogy csak szabadon, lazán. Hát szeretetben jövünk szolgálni, az Istennek szolgálunk. És ahol az Istennek a lelke, ott a szabadság. Ha nincs szabadságod, akkor az Isten lelke nélkül jössz szolgálni. Hogy? Nincs értelme.
Ne akarjunk már az Isten lelke nélkül szolgálni. Állítom nektek, hogy bárki, aki elvégzett egy teológiai főiskolát, bármilyen főiskolát, ide jön a pulpitusra, és tud szolgálni. Egy órán keresztül biztos, hogy tud beszélni. Még értelmeset is. De ha nincs benne a Szentlélek, akkor minek? Akkor minek? Mit visztek haza belőle? Mi megy a szívetekbe haza belőle? Sokszor nem is kell rossz indulatot feltételezni mögötte. Csak egyszerűen más az ízlésünk. Van, aki a könnyű zenésebb dicsőítést szereti, van, aki a komoly zenésebbet, vagy a hagyományos énekeket szereti. Volt már, akit egy ilyen jellegű kritika úgy visszavetett, hogy nem akart szolgálni évekig. A gödöllői gyülekezetben volt egy ilyen testvérnő, nem tudom hányszor győzködtem, hogy jöjjön, énekeljen, nagyon szép hangja van. De ő könnyű zenésebb dolgokat énekel, és valaki beszólt neki, és nem volt kedve jönni. Érthető? Van, aki az ige elemzést szereti jobban, és egy igét elmond, és arról beszél utána folyamatosan. Van, aki témát hoz, és ahhoz hoz több igét. Nem vagyunk egyformák. Ki így készül, ki hogy készül. Volt olyan a gyülekezetünkben, aki nagyon bizalmasan, szinte gyónásként odajött, és azt mondta, hogy képzeltél, én Derek Prince-t hallgatok otthon. De nem mondom meg a gyülekezetnek, mert biztos megbotránkoznak rajta. Vagy volt olyan, aki Barsi Balást, katolikus pap. Tudjátok, milyen jó prédikációi vannak? És nem meri elmondani, mert megszólják. Pedig az kellene, ha szabadság van közöttünk, akkor az kellene, én most mondom nektek szabadon, mi Ruf Tibort hallgatunk, hallgassátok, nagyon jó. Szent Pál Akadémiának az egyik vezető teológusa úgy magyarázó szövetséget, ráadásul héber szakos, hogy elképesztő. És értelmes ember ki tudja szűrni azt belőle, amit mi nem úgy gondolunk, vagy nem úgy látunk. Azt mondja Isten, hogy, vagy a Jézus, hogy elvezet minket a végén minden igazságra. Hát akkor ne gondoljam, hogy én most minden igazságot tudok, majd a végén. De a másik is így van vele. És amiben ő téved, vagy nem jól látja, vagy én másképp látom, ki lehet szűrni. Ugyanabban a padban ült a szombatiskolán királytestvér és öcsi a másik szélen. Összevesztetek? Nem, pedig másképp láttatok egy helyzetet, igaz? Nem volt vita két ember között, de lehetne, ha ezt elmélyítjük, és utána klikkesedünk. Ki Apollósé, ki Kéfásé, ki Pálé. És ki Krisztusé akkor? Jó kérdés. Olvassuk el az első korintusi levél harmadik fejezetéből az első 5 verset. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek. Mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Van, hogy a hallgatóság lelki állapotához van szabva a szolgálat. Ezen gondolkodtatok már? Hogy mi sokszor mondjuk azt, hogy hát miért nem a Tokics Imre vagy a Tonhajzer Tibi jön hozzánk szolgálni, vagy most mondhatnék nagy neveket, miért pont a Várhelyi Ritát küldték már megint? Vagy
mit tudom én, bárki mást is mondhattam volna, mi miért ezt kapjuk? Még sokszor azt a kifejezést is hallottam, hogy miért ezt a moslékot kapjuk? Hát nem lehet rendes eledelt. Nem magamra hallottam, de volt már ilyen, hogy így fogalmazott testvér. Hogy lehet ilyet mondani? Nem lehet, hogy ezt érdemeljük? Nem lehet, hogy a mi kiskorúságunknál fogva van az, hogy nem is tudunk többet befogadni? Nem lehet, hogy mindig a 0 kilométerről kell újra kezdeni? Nem lehet, hogy az én lelki állapotom nem alkalmas arra, hogy komolyabbat befogadjak? És pontosan azért jön hozzám az X szolgáló testvér sokszor, mert annyi, amennyit el tudok hordozni. És egyébként, ha van fülem a hallásra, és az Isten üzen, már pedig üzen, ha ide állít valakit, akkor abból is van, amit hazavigyek. Mindenkiéből, ha csak egy mondatot. Vagy azt, hogy ez a testvér már harmadszor vagy negyedszer beszél hasonló témáról. Nem lehet, hogy neki ezzel problémája van? És segítségre szorul mondjuk az enyémre? Amikor harmadszor vagy negyedszer beszél egy testvér az elfogadásról, nem lehet, hogy neki problémája van az, hogy nem fogadják el? Oda mentem hozzá, hogy kifejezzem a szeretetemet az irányába, vagy csak kritizálom. Értitek? Ha nagyon sarkosan akarok fogalmazni, akkor még azt is mondanám, mert ugye ebbe az igébe az is ott van, hogy ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Ha nagyon sarkosan akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy mi jobban tudjuk, hogy kinek mi a dolga, kinek mit kellene mondania, egyáltalán ott kellene állnia, vagy nem. Jobban tudjuk, mint Isten, aki küldte az illetőt. Jobban tudom? Talán képmutatónak tűnök, hogy ilyeneket mondok, mert én is szoktam kritizálni. Igazatok van, hogyha azt mondjátok, hogy most pont ő beszél. Hát hányszor hallottam már a szájából, hogy hát miért ilyen lelkészünk van, vagy miért olyan ige hirdetőt kaptunk már megint. Miért nem tudunk egy olyan embert meghívni, aki egy kicsit magasabb szinten. Én is szoktam ilyeneket mondani. Ne gondoljátok, hogy én kivétel vagyok. Lehet, hogy pont azért kaptam ezt a témát az Istentől, mert rám vonatkozik legjobban. Hogy ne legyen földre hullott ige. Ha egy ige hirdető itt áll, akkor ne legyen olyan, ami földre hullik abból, amit mond. Pál ezzel kapcsolatban így fogalmazza meg a záró gondolatait, szintén az első korintusi levélben vagyunk még, a 4. fejezet, 7. versét olvasom. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkának sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek ezért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg. Ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Azt írja, mi példánkon tanuljátok meg. Tehát ez tanulható. Itt az alkalom. Tanuljuk.
olyan mértékben el vagyunk halmozva lehetőségekkel, amilyen mértékben a történelem során soha nem volt még Isten népe. Kezünkben van a Biblia. Hány évszázadon keresztül nem volt. Emlékeztek, a valdensek úgy csempészték az életük árán az egyes fejezeteket a Bibliából. Nekünk meg ott van az egész a kezünkben. Vagy hány évszázadokon keresztül volt az a katolikusoknál, hogy csak ők magyarázhatják a Bibliát. Az egyszerű embereknek nem volt otthon a kezükben. Privilégizálva volt az, hogy ki olvashat, és ki nem az Isten igényéből. Vagy az, hogy az autóba hallgathatjuk a hangos Bibliát, vagy szombatiskolára járhatunk, és nem áll meg a fekete autó a ház előtt, és ahogy jönnek ki az emberek, viszi el őket. Ugye Dánielnél olvassuk, hogy nyitott ablakkal imádkozott, mert nem volt olyan egyszerű abban az időben imádkozni. Most is van olyan ország, ahol ha tudják, hogy te kihez imádkozol, akkor elvisznek. Ma is van olyan. Emlékeztek, a koldus Lázár minden morzsának körült, ami az urának az asztaláról lehullott. Mi meg térdig járunk a kalácsban, és nem tudjuk értékelni. Tanuljunk meg hálát adni. Ezért is, és nem zúgolódni. Tudjátok, szoktam, hogy nekem nagy problémám a zúgolódás. Senki más nem tud kigyógyítani, csak Isten ebből. De lehet, hogy nem vagyok egyedül ezzel. Sokat zúgolódunk, ahelyett, hogy hálát adnánk. És még egyszer megemlítem, hogy ha hihetünk Szent Jéromosnak, akkor ez a probléma, ez rendeződött a korintusi gyülekezetben, és Apollós lett a későbbi püspökük. Tehát reméljük, hogy nálunk is tud így ebben a formában rendeződni ez a dolog. Talán a mi gyülekezeteinkben is eljön az alkalmas idő, emlékeztek, az elején említettem ezt az alkalmas időt. Vagy a jó alkalom, amikor majd Apollós eljöhet és prédikálhat nálunk szabadon. Reméljük, hogy mi is megérünk arra, mert szerintem ez a kulcsa ennek a jó alkalomnak. Amikor bárki jön hozzánk, akkor örömmel fogadjuk, és örömmel fogadjuk a szavát, és nincsenek klikkesedések, és nincsenek ilyen gyerekes vitatkozások, hogy kinek van igaza, vagy kinek nincs igaza. Nincs pártokra szakadás, nincsen ellentmondás közöttünk, hanem mindannyian bízunk abba, hogy az Isten elvezet minket minden igazságra, amit tudnunk kell. És amikor a szolgáló testvérek örömmel és lélekben és igazságban tudnak szolgálni, remélem, elérkezik ez az idő. És a hálás gyülekezet előtt tehetik ezt. Addig is azt kívánom, hogy Isten gyógyítsa be az apollósoknak a sebeit, amiket okoztunk eddig is. Amen. Köszönjük szépen ezt az üzenetet. Hát ebben volt számomra is mondani való, és biztos, hogy mindannyian megtaláltuk a mai hasznos mondatunkat. Jó Isten áldja meg továbbra is, Rita, a te életedet, és köszönjük, hogy szolgáltál, és nagyon jó volt. Most pedig záróéneket énekeljünk, és a 306-os éneknek az első két verszakát, imádság után pedig a harmadik és a negyedik verszakot, tehát a 306-os éneket énekeljük.
Drága Jézusunk, olyan hálásak vagyunk, hogy a Te nevedben lehetünk együtt, hogy a Te váltságod az, ami a mi hitünknek a záloga, a mi életünknek az alapja lehet. Add, hogy ne csináljunk az életünkben kisisteneket. Add, hogy ne imádjunk bálványként másokat, embereket. Ne tiszteljük úgy azokat, mintha Te lennél. Segíts nekünk abban, hogy mi mindig hozzá tudjunk fordulni bizalommal. Segíts nekünk abban, hogy mi mindannyian krisztusiak tudjunk lenni. És abban is, hogy nem bántunk, nem feddünk másokat. Segíts abban, hogy közöttünk szabadon lehessen szolgálni. Szeretettel, hogy öröm legyen készülni azoknak, akik ide jönnek mi hozzánk, és itt szolgálnak nálunk. Hogy öröm legyen közöttünk szolgálni, és öröm legyen hallgatni a mi szolgálóinkat is a másik oldalról. Segíts nekünk abban, hogy a Te üzenetedet ne akarjuk mi megmondani, hogy mi legyen, hanem hálával és nyitott szívvel tudjuk fogadni mindazt, amit Te küldesz nekünk, amit Te üzensz nekünk, a mi épülésünkre, a mi megjobbulásunkra. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk, hogy még van idő arra, hogy közösségben legyünk egymással. Add, hogy mi valóban épületté, élő kövekből álló épületté tudjunk válni, hogy így tudjunk gyülekezet lenni. Forrasz minket egybe, Istenünk. Add, hogy ne feledkezzünk meg a rászorulóinkról, akik sokszor csak két szeretetre, szerető szóra vágynak tőlünk, vagy sokszor csak egy kis vállonveregetésre, egy ölelésre, egy kedvességre. Segíts nekünk odafigyelni egymásra. Segíts, hogy az egységet keressük Te benned, és ne a különbségeinket. Köszönjük, hogy neked erre gondod van. Add, hogy a mi lelkünk is oda tudjon erre fordulni. Amen.